Köszöntöm nézőket, beszélgető társam Dobos Lászlóné, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium pedagógusa, aki a napokban polgármester úrtól átvette a Karcagváros pedagógiai díját. Szeretnék ehhez először is önnek gratulálni. Nagyon szépen köszönöm, és ezúttal szeretném megköszönni mindazoknak, akik gondoltak rám, elsősorban iskolám vezetésének, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium vezetőségének, és mindazoknak, akik érdemesnek találtak erre, és jelöltek a díjra, amit nagy örömömre elsőként kaphattam meg, a Karcagváros pedagógiai díját. Mindenkinek köszönöm. Gratulálunk még egyszer, és azért elmondhatjuk, hogy nem egy éve tanít már ebben az iskolában, de egyáltalán hogyan került a Karcagi Nagykun elődjébe, az akkori Gábor Áron gimnáziumba? Az az igazság, hogy én már 1986 óta tanítok Karcagon a gimnáziumban, és 2009-ben a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola megalakulásakor átkerültem ebbe az intézetbe. Igazából 43 éve vagyok már a pályán. 43 évet tanítottam, dolgoztam, azt csináltam, amit szerettem, amire mindig is vágytam. És volt-e olyan pedagógus, mint a ön előtt, vagy a családban, akinek a segített abban, hogy az ő pályáját választja, tehát pedagógus legyen, vagy miért pont nyelvszakos lett? Tehát beszéljünk egy picit erről, hogy hogyan is kezdődött ez a pályaválasztás. Nagyon régről kezdődött, igazából az édesanyám, ha tehette volna, pedagógus lett volna, de akkor a körülmények nem voltak adottak. Aztán valahogy már általános iskolától úgy gondoltam, hogy belőlem semmi más, csak tanító, majd tanár lehet. Igazán példát a tanáraim, a tanítóim adtak. Az általános iskolában egy nagyon kedves házaspár, Lőrinc házaspár tanított engem, Tisza Szent Imre Újszentgyörgyön, ahol egy osztatlan tanítási csoportban jártam, első, harmadik, második, negyedik, egy tanteremben. Aztán bekerültünk Tisza Szent Imre a felső osztályba, ott az osztályfőnököm, aki később az iskolának igazgatója lett, Muca Andrásnél volt a nagyon nagy példaképem, és a gimnáziumban is szintén a tanáraim, elsősorban a nyelvtanáraim, dr. Varga Gyöngyi tanárnőt említhetném elsők között, és az édesapját, dr. Varga Józsefet, akik nekem nyelvet tanítottak, és így alakult ki, hogy az érettségi kor 1976-ban az iskola fennállásának 300. évében én úgy döntöttem, hogy orosz-angol szakos tanár lesz belőlem, és jelentkeztem a akkor még Hosimén tanárképző főiskolára, orosz-angol szakára. És akkor Egerből rögtön Karcagra vezetett vissza az út az egykori iskolába? Nem Karcagra vezetett, ez is egy hosszú út, mert az általános iskolás igazgatómmal találkoztam egy tanévelei felkészítőn, ami kötelezett bennünket a főiskola tanítási gyakorlatként, és meglepődve látta, hallotta, hogy már végzés előtt állok, és hogy angol szakos vagyok. Mivel volt egy kisgyermeke, jól gondolkodott, és megkért engem, hogy pályázzak hozzájuk angol szakos állásra, ugyanis még akkor Karcagon sem volt a Győrfiben általános iskolában angol tanítás, és én Kunmadarasra kerültem az általános iskolába, ahol a volt orosz tanárom, amit általános iskolában nagyon szerettem, Szalkai Sándorné, és a kedves férje Szalkai Sándor volt az igazgatóm, ők vettek pártfogásba, és ott kezdtem a tanári pályámat. Akkor utána volt összehasonlítás általánosból, amikor átkerült a középiskolába, ez nagy váltás volt? Egész települést is váltott, de egyébként korosztályban. Nem gondolom, hogy az volt. Én mindig szerettem a gyerekeket, mint ahogy nyilván azért, elsősorban azért is lettem pedagógus. Más volt egy kicsit, de nagyon nagy támogatást kaptam a kollégáimtól, kolléganőimtől, meg bíztak bennem, terhet raktak a vállamra, elbírod, csináljad, meg tudod csinálni. Nagyon öröm volt ez számomra, hogy bizalomban fordultak felém. Átjöttek Kunmadarasra, megkértek, jöttek órát látogatni, meg voltak elégedve, és
86. július 30-tól én az akkori Gabrára Gimnázium orosz angol szakos tanára lettem. Azt gondolom, hogy sok olyan élménye van, ami önhöz kötődik, de az ön példáját látva, lettek-e nyelvszakos kollégái esetleg, vagy volt-e olyan, aki utána itt gyakornokként itt volt a gimnáziumban, vagy esetleg jött ide visszatanítani? Nekem nem volt, de lettek nyelvszakos kollégáim, kolléganőim, ugyanakkor nagyon sok visszajelzés érkezett arról, hogy milyen jól használják az angol nyelvet, néha az orosz nyelvet is, ugye bár azt már 2000 óta igazából nem is tanítom. Nagy öröm ez számomra, amikor hallom, hogy a volt diákjaim bizonyos területeken, még ha nem is szakosként, de használják a nyelvet. Beszéljünk egy picit arról, hogy milyen is egy jó pedagógus. Ön hogy érzi? Szigorú volt, következetes volt, megengedő volt? Egy picit beszéljünk a pályájának ezen részéről. Nem tudom igazából. Annyit tudok, hogy nagyon szerettem a munkámat, és nagyon szerettem a diákjaimat. Én úgy gondolom, hogy a kettő ötvözése a legfontosabb dolog az ember pályáján. Nem gondolom, hogy szigorú voltam, úgy gondolom, hogy mindent igyekeztem átadni, amit tudtam. Lelkileg, emberileg ott voltam mindig a tanítványaim mellett, bármikor fordulhattak hozzám, nagyon jó viszonyt ápoltam velük, őszinték lehettek, háttérben voltam bármikor, hívhattak akár éjszaka kettőkor is, amikor a Gólyabári műsort csináltuk, hajnali kettőkor is jött az üzenet, hogy most újabb ötlet van, tanárnő. És úgy gondolom, hogy ennek kapcsán a szülőkkel is nagyon jó volt a kapcsolatom, ők is bármikor keresettek, bármikor számíthattam rájuk. Nagyon fontos dolog ez az ember életében, a bizalom, a kölcsönös bizalom. Köszönöm a beszélgetést, nézőinknek pedig a figyelmet.